Köszöntelek titeket a következő bullis végjátszásom részénél. Ez a kisgyerek azt akarja, hogy a WC-be dobja bele egy petárdát. Ez hát látszik a kisgyereken, hogy 9 éves, mert kb. A 9 éves ezen még jót nevet, de Géta Norbi ezen már csak sistereg. Meg a... És ennyi? Meg is kapta a 10 dollárt, meg mindjárt a tanári figyelmeztetést? Jaj, azt hittem héten. Na, be is csöngetek a földrajzórára, de még itt van még egy mellékületés. Kb. Amúgy körülbelül egy 9 éves sem nevet azon a bevezető videómon, vagy jelenetemen, amit csináltam a videó elején. Kérem szépen, hát úgy is mondhatni, hogy elkuláltam a rész elején, de ezt több százunk közt maradjon, oké? Na, a kisgyeremben mindjárt nem szeretnénk, hogyha a kisrác... Jaj, ne a órára vigyük be a WC papírt. Amúgy szerintem ez a... Igen, ról gondoltam. Na, tanár úr, a jó ügy érdekében hagyd dobjam bele azt a WC papírt a kisrácnak, oké? Mert utána kakásan kell bemennie. Na, 10 dollár kaptam. Nem tudom, hogy dobta ide, de hát átutalta édesanyján a bankszámlán. Úgy tudom, akkor nem lesz, az úgy, mert nem jó. Na, tanár úr, puszíja meg a piszuárnak a gombás részét, de engem hagyjon békén. Na, földrajz 4. Láttátok? Az egyik osztálytársam, aki Pripis, egy kicsit így a deszkába beakadt. Korán reggel, hogy tudja bár, még nem annyira aktív az ember. Na kérem szépen, már is indult az idő, bazd meg! Ez Afrika lesz! Ugye már volt Észak-Amerika, Egyiptomot azt tudom, hát ottan nyaraltunk, anyáikkal a vörös tengernél úszkáltunk, mint a kiskacsák. Ezt tudtam. Nigéria, hát ez lent van valahol. Nigéria. Itt lesz a tevéknél lesz, itt lesz Nigéria. Jó. Csak nem fogom mostan elbaszarintani az egész dolgot. Irak, az itt keleten van valahol, ez lesz, itt lesz. Akkor ez lesz Irak, jó. Irán is valahol itt van, jó. Nagyjából képbe vagyok Dél-Afrikában. Dél-Afrikában, jobban mint Európában sajnos. Szaúd-Arábia az meg itt az olajkútaknál, ahol Mézga Gézáig is nyaraltok anno. Katar, Jordán, Líbiai köztársaság, itt meg Kwak kapitány van, de ne ez érdekelje minket. Csád, az mi? Csád, itt, nem, tevénél Csád. Na, a teve, akit Csádnak hívnak. Mármint az ország, Etiópia az itt van lent. Mondom, itt van lent akkor, jó. Szíria, Jordán, Libia. Akkor mondjuk így angolosan, Libia, Szudán, Szomália, Omán. Tunisia, az fent van, itt. Jó. Jemen. Ezt néztem a földrajz könyvbe. Ez egy kis ország. Itt van. Na. Jó, még 45 másodpercen van. Tanár úr, addig nézem el a falat, álljon sarokba. De engem hagyjon béké. Szudán, Szomália, Szudán, Szíria, Jordán, Líbia. Van! Ez az? Jordán, Szíria, Szudán. Most mit monológok itt? Mi ez? Isten tisztelet, Norbi. Szomália, Omán, Szomália, Szudán, Szíria. De most kalótyák össze-vissza. Vagy tudom, vagy nem. Nem tudom. Akkor meg nem két kalótyák össze-vissza. Jó, van, akkor itt lesz. Nem lesz itt. És lejárt az idő. Hogy... Tegyen ebbe valamit a seggembe. Hát komolyan mondom! A te seggedbe is kislányom. Na jó van. Köszönöm szépen. Majd anyám szépen megdolgál, kislányom, azért, mert tönkretetted a karrieremet, hogy azt a karrieremet, hogy apa legyek. Jó, vágás. Ezt újból megpróbálom. Tudjátok mit? Én segítenek ennek a kislánynak. Én most már segítek. 19. résznél járunk. Körülbelül már a harmadik rész óta azt akarja, hogy törjek fel neki három szekrényt,
mindig azt mondtam, hogy nem török kislányom neked fel szekrényt, apád nagyon gazdag, színész Hollywoodban, nem török fel neked szekrényt, de most feltörök, közben észrevett a tanár, oh shit, capitulatus, de úgy látszik, hogy addig nem érdekelte a mi kezünk, a mi hátunk, amíg fel nem töltik azt a szekrényt, jó van, most menni kéne befele a földrajzórára. Algéria, Szíria, Nigéria, Etiópia. Most memorizálok. Tudod mit kisjányom? Szólja apának, hogy béreljen fel egy-két mafiózó tagot, aztán törje fel a szekrényeket. Mert hogy én fel nem töröm azt azokat a szekrényeket, hogyha Bully 100 részes lesz, akkor sem. Itt meg vágás lesz. Ugyanott tartok, mint előbb. Szóval... Szíria, Jordan, Katar, azon a keleten van, ott kvadozunk, ugyebár meg azért megyünk a terepjárókkal, Katar verseny, mint oho, és még mindig bukásra állok, gyerekek. Hát mennyi egyes kaptam én, hogy még mindig nem sikerült ezt a tesztet megcsinálnom. Hát hamarabb megcsinálok egy ilyen terhességi tesztet, mint ezt a retkes földrajz tesztete. Szomália, Jordan, Szíria, akkor legyen Szíria itt. És nem ott van Szíria, akkor itt van fent Szíria. És sikerült, 75%. Ugye ebből már nem tudnak levonni, tanár úr. Én szépen hátra teszem kezeimet, leveszem gamer egeimről, ujjaimat, mancsocskámat, Szudán. Ezt általában, akkor Omán itt van. Nem itt van Omán, itt van Omán, Kvak kapitánynál, Jordan, Szomália. Szomália az itt lent van, a kalózok. Igen, itt Szomália ugyebár ilyen kalóz területe, ott van a Krokodil Dundee-nak a cápája, és sikerült. Na tanár úr, adjon valami ruhát, mert úgyis ruhát fog adni ez a köcsög. Na elnézést. Ennyi, kaptunk egy pit hetet, egy pit helmetet, meg, ha jól láttam, ha jól olvastam, vissza lehet olvasni a briefet. Ha jól láttam, mert jól láttam szerintem, igaz, távollátó vagyok egy kicsikét, de most viccen kívül. Ugye nem, srácok, ugye nem? Jól láttam? A vietnámi barátunknak egy új, nem vietnámi nap fog a fejére sütni. Igen. Feloldotta a földrajz negyedik óra a maradék tranzisztorok helyét, a rádiók helyét. Itt van egy tranzisztor, meg ott van egy tranzisztor, ott a híd alatt lehet, bele van fagyva a vízbe. Na! Ez a 3 tranzisztor kell még a csöves barátunknak. Elmenjünk oda? Hogyha földrajz óra van most, a délelőtt földrajz óra volt, akkor tuti, hogy délután matek óra lesz. Gyorsan mentek, amíg ki nem fagy a játék, mert tuti ki fog fagyni. Titkárasszonyság! Elvitték-e már ufók? Úgy látom, már elvitték, mert a szeme nagyon zöld volt. Oké, ide, akkor ide mentünk a Captor 2-be. Weed Killer. Hú, de utáltam ezt a küldetést. Jaj, de nem szerettem a pripiszeknek ott a bázisán járkálgatni. Jó. Na, megvárjuk a matek órát, vagy elmenjünk egy tranzisztorért. De igazából, hogy ez a tranzisztor miért kell a csöves barátunknak, még nem tudom. Még fogalmam szincen. Gyerekek. Álcsikám, ne járkálja úgy, mint valami mocskos sztár, Elvis sztár, meg rockstar, hanem fogjál 2 kilós sót, a sózon meg fel a járdát, mert itt valaki csúnya le... Csúnyán ki fog fagyni. Gyerekek, ez így nagyon fasza lesz, hogyha így fog folytatódni a buli végigjátszás. Mármint az egész sorozat. Kedveskéim! Olyan dolgot csináltam, ami talán stabilizálja a jelenlegi állapotunkat, hiszen rendszergazdaként indítottam el most a Bullite. Most már mondjuk Bullájnak, akkor nem Bully, Bullaj, hogyha már kedveskéimnek szólítottak titeket, akkor most már egy kicsit a homofobitásomat emeljük magasabb szintekre. A Bullajt rendszergazdaként indítottam el, és Windows XP Service Pack 3-as kategória mellett, szóval, hova megyek amúgy? Vagy erre nincs tranzisztor, az 100%. De mondjuk ott a hídnál van egy, de én oda akartam menni. Ahhoz a tranzisztorhoz szerettem volna menni, anya! Mert az annyira olyan nem tűnik olyan rozsdásnak, mint a másik 2 tranzisztornak a helye. Oké? Kérem szépen.
Jaj, mindjárt becsöngetnek matek órára. Uram, atyám, uram, atyám. Norbikám, hol maradsz a matek korrepetálásról? Megyek, megyek, tanár úr, gyorsan, gyorsan, csak még a csöves barátomnak, akit nagyon tiszteletben becsülök, mert megnyerte a vietnámi háború, találkozott még magával Simon Clay-jel is, vagy ki a tökömmel, ki a rosszabb a Mafia 3 főszereplője. Ha hízitek, ha nem, én nem tudom megjelezni a ki megbicsaklik itt a bicikli? Megdöglünk itten? Itt már megint egy Hobó Mikuláson? Hát nem volt elég az előző részben egy? Aki miatt tönkretettük az igazi Mikulásnak az estéjét? Meg a koboldoknak a világát? Elvileg itt kell lenni a tranzisztornak. Tuti ott van fent a létrán, hagyj, persze, oda vetették fel a létrára. Nem, itt van. Jó, nem szóltam. Na, érdemes volt földrajz órára bemenni. Amúgy srácok, ha hiszitek, hanem minden órára érdemes bemenni a buliban. Mindennek megvan, után meg lesz a maga gyümölcse. Kivéve a igazi élő világban. Ott, ha bemész az órára, bemész egy matek órára, egyre. Nem azt mondom, az összes a többire is be kell, de hogy egy órára bemész, ott nem lesz semmilyen gyümölcs. Csak alvás, lomhaság, meg esetleg egy kis blowjob is. De az iskoláként változik, tudjátok? Na, az én iskolámban nem volt blowjob. Na. Hallod? Téged szólítanak, a kis jányom. Azt mondják, hogy eleven el fognak égetni ott lent a kazánházba. Na. Ez milyen óra? Ja, matek. Jézus már, ez milyen óra? Előmondtam Norbi, hogy matek óra lesz. Mindjárt tedd be ezt a szárba az előtted lévő mandarint, azt a nyár le egybe, bazd meg. Hogyha már ilyen hülye vagy. Na, még csak a második óránál járunk. Az első is amúgy kifogott rajtam. Itt nem fogok beszélni, hanem csak gondolkodni. Oké, srácok, mert azért nem sikerült az első órát sem először megcsinálnom. Jó, fő a koncentráció, Norbikám. Szíve a hegyi levegőt, meg ezt a kis konvektor gázszagot. Na! Indulás! Induli! Melyik a legkisebb? Mondom, nem beszél? Hát a görög dinnye. Leggyorsabb? Hát a Golden Gate Heat Bridge. Melyik a leggyorsabb? A majom? Vagy a lajhár? 2 háromszög. Mi? 15x10? Nehogy már ene 1500 legyen. 5... jó? Mi? Nem 12? Mi? Hát beszarok. Ilyen általános iskolás matematika osztályos teszten megbukok. Hát gyerekek, ássam el magamat, macskáimmal együtt. Kiteknés! Oké. Mi? Hát beszarok. 20 másodperc, tanár úr! Tanár úr! Beszarok. Még mindig csak azt tudom megmondani, hogy meg a mandarin beteszem a számba. Short ezt, ő. Ő a legshort ezt. Egyszer 5, az 5. 5. 7. 7. Milyen wrong? 6. Hát gyerekek. Fastus. A Titanic! Ha ezt a videót nézi a összes régi matek tanárom, azoknak küldeném Csonk Andrástól a ding-ding-dongot. Ha szívem vidám, tudnom kell, hogy kíván, te voltál a legjobb matek tanárom, ding-ding-dong. Nem tudom a hatvány egyenletet, és azt sem tudom, hogy mennyi a A négyzet meg B négyzet, mert nem tudom még az alapvető számítási képességeket se, bazd meg. Nem a matek tanárra gondolok most, a játékra. Amúgy éppen, kedves moslékos tanár uram, azon gondolkodok, hogy igazi, való életben én hogyan tettem le az érettségit. Most tényleg eljutott odáig a tudatomig, hogy elgondolkozok ezen, hogyha ilyeneket nem tudok, akkor én hogy tettem le az érettségit? Hol cseszte el a nevelő testület? Nem tudom. Mondom, valahol elcseszte nagyon a nevelő testület. Biztosan. Ezeket amúgy ki kéne vágni, gyerekek. Hogy ilyeneket én itt félezek, ilyeneket taknyolok, melyik a legmagasabb? Eltorony, várjunk akkor, most tényleg nem beszélek, csak koncentrálok a misszióra, ennyi. Misszióra, nagy missziója, matek óra, nagy misszió.
Wong, wong! Velem is kötözködsz, nem csak az angol tanárral, bazd meg. Mi? Sikerült? Na! Gyerek, hát annyira belemerültem, mint egy padi búvár a vörös tengerbe. Gyerekek, srácok! Na, csak sikerült! Mondom, csak koncentráció képessége. Nem kell beszélni, karattyolni, hanem koncentrálni kell. És kaptunk is egy matematika pólót. Hú, gyerekek! Na, ezért megért itten szembenni, nem? És az osztálytársam. Hú, milyen, milyen törpe osztálytársaim vannak? Izék? Koravének, vagy korafiatalok? Nagyon jó nekünk. Na, milyen... Jaj, Álgyi. Még már megint... Álgyikám! Előbb még röhögtél rajta, mert mindig kinevettél, most meg megint szükséged van rád. Fáj, hogy elhagytál! Ja, most nem... Amúgy nem fogom a saját amit gondolom te készítettél petárdáddal széjjelölni a segedet, mert itt van Candyke. Jaj, Candy! Szerelmes vagyok! Belén most kislányka! Jó, ezt se akar esmárolni minket, mert ilyen hülye kabalás ruhába vagyunk. Jó, van, röhögjetek, addig röhögjetek. Amíg mondom, addig röhögjetek, amíg tudtunk nevetni. Mert majd, hogyha értetek, jön egy sorozatgyilkos éjszaka, az kiveszi a szerveiteket, azt eladja őket a fekete piacon, akkor mi nem fogtok röhögni. Úgy kibelezlek titeket, mint spoiler, Walking Deadben Negan Spencert. Na, akkor majd nem fogtok nevetni. Hobó barátom, talán ő... Meg Russell. A hobó barátom meg... Hello Russell! Russell, te is kinevetsz? Russell! Jól van, mindenki kinevet. Az közben már egy nagy kamper gyerek vagyok itt amúgy, srácok. Hát már két bandát megfélemlítettem. Azért már van hírnevem, respektem a... Van respektem az iskolában. Hát nagyon látszik mekkora respektem van. Ezt hozta a Mikulás! Csöves barátom neked. Te meg tanítsál meg valamit. Ami Simon Clay-nek is, a Mafia 3 főszereplőjének mutattál. Igazából ilyen, nekem tanítgathatsz, Pista bátyám, most eszembe jutott egyik ismerősöm, vagy a Józsi bátyám, már nem is tudom, de kb. Úgy hasonlít nagyon a hobóra. Nekem ezeket taníthatod, mert úgyis el fogom felejteni. 5 shift. 5, 5, 5, 5, 5. Vagy mi shift, 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 shift. Amik ez ennyi nem nagyon, ez azt mondom, hogy ez nem ilyen Parvin Barborás mozdulatok, gyerekek. Ez annyi nem tetszett. Hát barátom, én máskor én nem fogok veled kínlódni. Jó van, majd hozok neked egy, meg szerintem hozok egy kájhát is, mert itt nagyon meg fog fagyni. Meg se kérdeztem, hogy telik a karácsony ott a mínusz 20 fokban. Mindjárt lemegy a nap. Aztán majd nézheted ott a semmit, mivel a sötétben nem látsz. Jó. Amúgy egyébként nem fagy ki most már így a játék, hogy beállítottam Windows XP Service Pack 3-as kompatibilitási, futtatási módba. És ennek nagyon örülök, de annak nem, hogy sajnos megint ilyen módszerekhez kellett nyúlnom, mert ez a Windows 10 mostanában nagyon nem nagyon vagyok megelégedve. Meg kell mondom az őszintét. Közben valami patkány követ, száj mellékkövetést akar adni. Mert hogy egy csomó régi játék nem fut rendesen, azért ez elég szomorú, kedves Microsoft. Most tényleg, viccen kívül, ez Gate Honor bűzeni nektek. És szerintem ezt vehessétek fenyegetésnek is. Jó? Főleg, hogyha nem értetek semmit a karantyolásomból. Oké. Na, vannak még itt iskolai missziók is. Kami Klepto, az nem iskolai. Meg már iskolai misszió sincs, de a Nutcracking. Nutcracking. Na, oda nem megyünk, srácok. Ezt tudom, melyik... Most nem vagyok karácsony hangulatban, gyerekek, meg... Amúgy nem akarok énekelni, megmondom őszintén, mert már este van. Anyáim már tévéznek a másik szobába, és nem akarom őket zavarni, zargatni az éneklésemmel. És a Nutcrackingben én azt hiszem, hogy a énektanárom jó voltából nekünk a színpadi, a zenekarba kell szerepet vállalnunk, mint... Azt hiszem klarinétos, vagy valami ilyesmi, és tudjátok, elkap a hév, meg minden a hangulat, énekelni fogok úgy, mint fucking
Mondjatok valami nagy sztárt, valami nagy sztárt mondjatok! Ne ezért mondjátok Fása Zsülikét! Nekem valami nagy sztárt mondjatok! Hogy Fása Zsülik és nagy sztár már a mai világban, a pop generációban? Akkor elnézést! Menjünk a Comic Klepto nevezetű küldetésünk közt, hiszen a Zero fog jönni, a mi Zérunk, a Bully Zérunk, Bulályos Zérunk, ugyebár aki ott a játékboltnak a tulajdonosa, itt is, halleluja. Mondjuk úgy is mondhatnánk, hogy videójátéktelen vagy valami ilyesmi. Jaj, a Csöves Mikulásnak még természetesen segítünk. Amúgy ez nem Csöves Mikulás, ez csak egy sima alapcsöves. Originál csöves. Valami gyógyszer kéne neki, csak nem vett észre sajnos, mert nagyon, nagyon szegény, már nagyon tudjátok. Fagy megfele ilyenkor azért just nagyon nehezen lát az ember. Na újra kukázunk. Hát akkor hamarabb is adhattad volna ezt a mellékületést, vagy hamarabb is felvettem volna ezt a mellékületést, mert akkor felfedtem volna. Na. Felfedtem volna a rádió tranzisztornak a kilétét, így meg nem fettem fel. Ja, megvan már a Pierce, a pirula? Na, tessék, tessék, Hobo bátyám. Itt van a kanesztem. Meg a Fasta Monolo. Oké, hát ez meg ki a tököm? Boyfriend? Csöves boyfriend? Az egy rubber band? Ha jól látom, ott egy rubber band. Pontosan? Na nézzük akkor! Ja, ez nem is a Jesus Christ! Ó, ennyi küldetés nem csinálok! Hát ez a bicikli izé... Eladó! Ennyi küldetésre nem csinálok melléküldetést! Én most már főküldetésre hajazok! Meg majd tényleg valami hajat is vásárolnunk kéne! De... Jimmy Kim! Oda menj már! R betű! Köszönöm! Na nézzük! Ki ne fagyjál! Az nem aszma! Az nem aszma! Hanem túlzott ropi fogyasztás, meg túlzott kuki fogyasztás. Tudjátok, az a édesség. Nem arról a kukiról beszélek. Nem vagyok oké, nem vagyok. Jó van, Zérókám. Te rendesebb Zéró vagy, mint a Géta Szenrád a Zéró. Segítek. $5 adok, hogyha visszaszerzed a képregényt. Meg a képregényt? Vagy valami olyasmit beszélt, hogy a képregényt is odaadja. Jaj, gyorsan! Mentjük meg... Na. Én visszaszerzem azt a képregényt. Pilmer Anna abba a képregénybe vetkőzött először. Bár természetesen visszaszerzem. Ám mondjuk, ahogy elnéztem azt a bolti eladót, tuti nincsen neki ilyen szex magazinjai a csávónak, szóval. Hát akkor a Pókember 2-es másik évados képregényt kell megszereznem. Nem csak boxolni lehetne amúgy itt a biciklin, meg mondjuk hülye mozdulatokat csinálni, hanem én is tudok amúgy dinamitozni. Nem fog elmenekülni a klepto. Szóval az ilyen kleptomániás a srác. Jó van. Igazából kirabolhatnád mondjuk már az iskolát, és azt hátra bezárna vagy egy hétig, de te tudod, srác barátom, mert nem nagyon szeretném most már iskolába járni. Olyan kevés fegyverem van. Mi történt? Valamelyik tanár elvette volna, de mikor vette volna el? Ki is fogyott a dinamit, srácok? Ez nem fog valamikor megállni? Esetleg nem fogyna szét ez a bicikli, vagy nem esne össze? Mint pár részeg karácsony estén. Mi? Jó lenne, jó esne. Mi az, hogy én hamarabb belesek? Mi az? Hát nézzétek már, milyen csontos teste volt. Hát régen nekünk voltak néma kacsáink, és a néma kacsáinknak, egy-két néma kacsának nagyobb volt a feneke, meg a feje, mint ennek a srácnak, hát nem azért. Rick! Segítsél már! Valamit! Mesterrendőr MC úr! Na! Ott nem csinálják akkor semmit, mikor ütlegel. Jó, várjunk meg, nekem van még ilyenem is. Aha. Nagyon, nagyon fasz, ez csak magamnak átadtam, mint a kibaszott izében lennék, srácok. A Revolve játékban, milyen, abban a autós játékban. Abban a régiben. Ez nem csinál semmit? Hát, bizonyosan a alapból büdös ruhája kleptomániásnak. Hát mosógépet még nem lopott otthonra el, úgyhogy még büdös ruhába járkál, ezért nem zavarja őt, hogyha bedobom ilyen bűzös üvegcsékkel, amit a osztályfőnök úrtól tanultam, kémia tanár úr ugyebár, aki már azóta szerintem már, hát nem tudom, Ennával milyen kapcsolatban áll, ráfeküdt Enna, azt azóta meg is holta a kémia tanár uram, a ágyal együtt. Meddig kell ezt követni? Egy kicsit ma uncsi! Telefonon uncsi sztál! Háj, ne, uncsi sztál! Telefonon uncsi sztál! Na, ennyit tudok abból a számból, elég sor. Hát milyen klip az is már, nem azért. Jó, ingyen, nem játszok ezzel, inkább megnézem már VR Jani, hogy tevékenykedik az új The Walking Dead Season
azt hiszem már a Season 1 harmadik epizódnál jár. Mindjárt meg is nézem inkább azt ott. Nem kínlódok itten? Na végre! Köszönöm szépen, vegyük fel a képregényt, aminek nem kell a kutyának se az a képregény, csak annak a köcsög eladónak. És vigyük vissza a képregényt. Nagyon jó. Hát remélem nem csak a képregény lesz a jutalmunk. $5. Az még elég kevés is. Ahhoz képest, hogy azt hiszem a csöves is mennyi. A csöves mondjuk nem adott semmilyen pénzt. Hol vagyunk? Ezt úgy bírom, mikor visszavisznek ilyen régi városrészbe. Hát azon erész, vagy eküldetés után azon be fogok vásárolni mindennel. Hát úgy kifogytam, gyerekek. Mint karácsonyi bevásárlás előtt a helyi Coop üzlet lánc. Ajjaj. Nem lesz ez így jó, srácok. De nem fajtunk ki. Akkor ugye milyen jó. Na, te milyen Windows használsz? Én kérem szépen. Én Windows, nem is Windowsot használok. Én nem számítógépezek. Tudod, a 90-es években még nem nagyon volt alkalmam számítógépezni. Meg a 90-es években élünk amúgy most is, kisfiam, úgyhogy nem tudom, miről beszélsz. Hazug! Mert 2016-ban vagyunk. Miért nem dobom el a tojást? Mi felnőtteket nem lehet tojással bántalmazni? Vagy gyerekeket se? Mi? Már éjszaka nem lehet télen dobással a gyerekeket dobálni azért, mert megfagy rajtuk a tojás? Vagy kellenek ezek a tojások, ha ezek megőrültek következő részében a tojás quiz feladathoz, hogy mi? Nem tudom. Fogalmam sincs. Ez itt várt minket? Nem fázik. Egy szápolóban nem fázik itt tenizé karácsony éjjelén. Na, most már megint fappolhatsz rá. Köszönöm szépen! $30. Pa-pa-pa-pa. Plusz egy mandarin. Tü-tü-tü-tü-tü. $30? Akkor én is éltem el rosszul, hogy $5. Na, vannak itt ilyen fegyvereim, csak igen, hát igen, majd üveggolyót, meg viszketőport. Nem nagyon lehet a bicikli hátán. Mit adjak neki? Egy esélyt? Milyen esélyt a change? Ja, hogy adjak neki pénzt? Mennyi pénzre van szükségem, Miska bátyám? De adja meg, 200%-os kamat. Jó van, tavaszra visszatérek. Ezt a télen mi nem zargatom, mert tudom, milyen nehéz a hajléktalanok élete télen, de tavasszal visszajövök. És 200%-át kérem vissza a $1-omnak. Vagyis $200. Jó? Oké. Na, te így mi? Keresse meg a kutyát, mi? Ki cigiznek a benzinkútnál. Ó, persze, én takarítsam el a vandárokat, ami neked kávézni kell. Mit akarsz te éjszaka 11-kor kávézni? Menjél már inkább hazafele, hogyha nem tudsz rendesen dolgot, az dugd meg az asszonyt. Jó, srácok. Hova akartam először menni? Hát mondjuk szerintem aludni kéne. Mert mindjárt megdöglünk. Már nem megdöglünk, de Jimmy úgyis el fog aludni. Gyorsan akkor bemegyek a képregényes boltba és alszok egyet. Át is kéne úgy már öltöznünk, szóval megyünk a ruhaboltba is a reggeli után. Itt már nem szeretnék venni semmit. Nagyon drága vagy. Kedves Zero barátom. Na, örülsz már a képregénynek? Képregénynek? Minden már ragacsos. Nagyon jó. Mármint ennek nem, én annyira nem nagyon örülök, de leszarom. Csak az ágyom ne legyen ragacsos. Tőlem még Ágyinak a sapkája is ragacsos lehet. Na, itt meg volt egy energítal. Remélem, hogy az alvás az feltölti maximálisra az életcsíkunkat, a health boostunkat. Na, mindjárt kiderül. Feltölti, jól van. Szerintem amúgy ma biológia óra lesz angollal megkeverve. De hogyha kémia, vagyis énekkel elnézést, de kémia angol lesz, akkor azt se bánom, mert egyikre se fogok úgyse bemenni. Ma öltözködni fogok. Nincsen ilyen shoppingolós óra. Megyek shoppingolni, jaj! Mit vegyek nektek, Ágyi? Szex fiú babát, azt nem veszek neked, Ágyi. Maradjál a kis Ágyinnál. Gyúj, de sok mellékületést adnak amúgy, de jó van. Csináljuk meg fel ezeket a mellékületéseket, mert adják, hagyadják a pénzt. Nézzétek meg, inventory-ba tudjuk menni, hogy mennyi pénzünk van. $162 van. Ott meg lopják a biciklimet, mert az azt hiszem, hogy én biciklim. Nézd már a Fetit. Az azt hiszem úgy hívják Feti. Big Feti, vagy hogy hívják. Mert ez nem az én biciklim volt? Hát nem tudom már ebben a nagy felfordulásban. Hát boldog karácsony, Fetikém, neked is. Ó, természetesen a dögkutya az is bement oda a legeldugottabb helyre.
Nem is mehetett volna más? Mi van? Mit találta ott a dökkutya, mi? Egy megfogyott patkányt, vagy mit? Morzsi kutya eledelt? Gyere, már a gazdán már annyira vár, mint amennyire el tudod képzelni. Ja, követni fog automatikusan. Várjál, találtam ott egy Pokémon kártyát. Felveszem gyorsan. Oké, Pokémon kártya. Amúgy erre nem nagyon szeretek. Na, azt hittem a hülye kutya miatt nem tudok tovább menni. A végén még beleharap a seggembe, szóval mehetünk tetanuszért. Nem tudom, majd a gazdár kifizeti a tetanuszt. Mondtam, hogy kémia óra lesz, jó van. Osztályfőnök tanár úr, randizzon inkább ennával, mint hogy órát tartson. Senki sem jár jobban ezzel, de legalább nyugtom lesz. Ez még mindig itt fetreng. Lehet odafagyott a segge. Az útra. Itt a kutyád. Add ide a pénzt, köszönöm szépen, 15 dollár. Na, most már menjetek hazúra. Adjál neki, a kuskutyának adjál valami kaját adjál neki. Aztán szépen tedd be az ágyadba, őt te meg aludjál óljába. Jó van, ne, inkább aludjon, senki nem kinyírom ezt a hülye kutyát. Na. Hamis, hamis a baba, hamis a baba. Jó van. Addig még, amelyik kutya nem ugat, az nem harap. Vagy harap, amelyik ugat. Vagy valami ilyesmi a mondás, ugyebár. Mindig el tudok amúgy még téveni Bulwarkba. Na erre nem szeretnék amúgy járni, mint nagyon rossz emlékeim vannak. Hát bántottam a Mikulást! Nem áll, nem akarok rá emlékezni. Bántottam Mikulást meg a barátait. Remélem az a hülye alkoholista Mikulás már nem fog több küldetést adni, mert én már nem fogok neki dolgozni, hogy a több küldetést ad. Nem csináljuk meg! Itt a vége a buli végigjátszásnak, nézzetek inkább Dancsót! Na, meg is érkeztünk a helyünkhöz. A dinamitot azt meg szerintem akkor tudunk ráállni a kollégiumba. Úgy emlékszek, hogy ottan tudunk. Na, elsőnek ruhát veszünk, most már van pénzünk pufajkára. Na, ne, várjunk. Vegyük le ezt a outfitet, jó, nagyon jó. Így kimenni azért élen az utcára. Azért vakmerő a csávó. Tüdőgyulladás, tüdőgyuszival meg szeretné ismerkedni. De nem megyünk ki. Jaj, ezek a sapkák Glennre emlékeztetnek a Walking Deadből. Ó! Oh. Ne, mindjárt. Széttöröm ezt a mandarint a fejemen, ami itt előttem van. Fú! Ez meg a nagymamám bugyiára emlékeztet. Ez nem tudom, ez ilyen homócsövesre emlékeztet. Nem, akkor hajdonfőt megyünk. Oké, okay. Hát úgyis ezt a gyönyörű hollywoodos hajunkat ne bújtassuk már el. Ha nem baj a hajhagymák, izé egy kicsit roncsolódnak a nagy hideg miatt. Jó, nem ezek a hülyeségek kellenek, hanem nekem kabát kell. De mindig a pólót van, a t-shirt, télen t-shirt. 11 dollárért t-shirt. Nem? Nézzétek, 9 dollárért shirt. Hát akkor olcsóban adjátok már, nem? Hát csak tél van, akkor vannak... Aha! Ez szép ing! Amúgy nagy ing... Az ilyen ingmániás vagyok, megmondom őszintén. Szóval ezt meg is vásárolom. Meg ezt is megvásárolom, majd jó tavasszal jó lesz majd a csicseri borsóknak, meg a csicseri madaraknak, meg majd azoknak a lányoknak biztos imponál, akikkel majd össze fogok ismerkedni a gyönyörű májusfa előtt, mert viszek nekik májusfát is, hogyha lehet. De most pufajka. Racker hoodie, army jacket. Clay Simpson. Vagy hogy hívják. Ez ilyen vietnámos. Ezt inkább elvinném a hobo barátomnak. Ez ilyen vietnámos, ez nagyon vietnámos volt. Ez meg ilyen, tudjátok milyen... Nem ez. Ez is nagyon vietnámos. Erről beszélek én, ez a arctic camo jacket. Ez olyan... ilyen salgótarjános. Nem győzik és, de tudjátok mi a, melyikről beszélek. Ilyen dzsipós. Már én valami szép szavakkal mondom. Szavakkal. Na ebbe gyerekek, ebben én vagyok az igazi grízőr, az igazi utcai bandatag. Na ezt vesszük meg gyerek, ennyi. Ezt vesszük meg, úgy vegyünk még valamit srácok, hogy ne kelljen visszajönnünk. Ezt még megvesszük, hát azért hagyj hepciáskodjak már a vietnámi barátomnak. Ezt vesszük meg, ennyi. Én nem vagyok ilyen órás, meg ilyesmi. Digital watch. Police! Boriszóra, meg minden, nem vásárolok.
poliszórát sem. És már ilyen rendes rövidnadrág, jó jeans rövidnadrágot veszek. De ezt megvásárolom, ez van jó lesz ilyen jobb időszakokra. Na, ez a katonai felsővel passzol, passzentos. Ez is májusra jó lesz. Bohóc még nem vagyok. Meg szadomazós, jány se. Pisztolpenc, ez nem kell, nem lövöldözünk, nem GTA. Ennyi? Rip jeans, úgy látszik akkor ennyi. Hát mondom, ez ilyen mindenes bot. Ott meg hátul ilyen szexhirdetést hirdetnek, bazd meg. Jó, ennyi akkor, srácok. Hát de, egyik nadrág se passzol ehhez a bőrkabáthoz, mert nem azért. Pajuleg ez passzol. Talán ez, de ez sem, nekem nem, számomra. Jó, legyen ez a rip jeans akkor, de nem tetszik. De most már valami fasz a... Motorcycle boots. Jó, hát azért még izék nem vagyunk. Nagy motorosok, a Balaton, akik a Balatonról jöttek, szóval szadjuk. De ezek meg ilyen nem tetszetős cipők, ezek ilyen, tudjátok milyen cipők. Osztok, Géta Normi vagyok, most jöttem minden első osztályos, na ezt tetszik, Blue Runners, de mondjuk a bőrkabáthoz már nem élik. Nem tetszik, nem volt jó. Akkor legyen ez a Motorcycle Boots. Na. Ez nagyon ilyen lettem, ilyen rockeresebb, ilyen vadabb, álmokfutósabb. De köszönöm szépen. És jó, le is vitte a pénzem, $100 költöttem ruházkodásra. $100? Hát akkor még vágjuk le a hajunkat is. Azt a büdös mindenit. Jaj! Hát ezek nagyon vad, ezek ilyen nagyon vad ruházatok, gyerekek. Ó, megjött Son Goku. Személyesen Son Goku. Nem kell. Jó, maradjunk ennél a szép fiú vagyok, szeressetek jányok ruhánál. És még mindig kémia óra van, gyerekek. Hát ennyi, ilyen kevés ideig tartott volna a shopping órám. Ezek szerint. Majdnem edzőtt ez a Mafia 2-es csávó. Júj, most meg a taxisofőr üt el. Uram, atyám, olyan szűkek ezek az utcák. Na, ez Greasers, ez már Greasers lesz. Ezekkel annyira nem vagyunk jóban. Na nézzük akkor a vietnámi barátunktól mit tanultunk. Shift. Jó ez. Csak hát gondolom, nem akart a vietnámi barátunk hasra esni, azért nem esett. Hát akkor jó, mikor nem védekezik a csávó, de... Jó, ennyi, meghalt. És van egy szemtanunk, meg kell ölnünk. Az igen, gyerekek, ez még... A kibaszott 60-as évekből jött ez az eladó, aki kinéz. Na, szóval itt ennyit lehet venni, ezeket tudjuk venni. Jó, hát akkor tűzi játékot nem itt tudunk vásárolni. Jaj, nevét nem tudom járni, de vele már smároltam, emlékszem. Menj már innen! G.I. Joe. Oké, akkor innen fogom legközel folytatni a 20. résszel, egy jubileumi résszel fogok kedveskedni, srácok, meg amúgy is. Akkor is 20. rész lenne, hogyha nem lenne jubileumi rész, mivel 19 után általában a 20-as szám szokott következni. De... Ennyi lettem volna mára. Ennyi volt a Géta Normi, kifogyott szuflával, kifogyott naftalinnal, kifogyott mandarinnal. Jó, oké. Innen fogom legközelebb folytani. El is mentem a játékállást, és szerencsére nem fogyott ki a játék, megoldódott a probléma. És akkor szerintem be fogunk menni énekórára, ugyebár a következő rész elején. Ami 1 órakor fog kezdődni. Nem, itt nem lehet petárdát gyártani. Jó, ezt leírásba... De lehet. Hát azt hiszem, hogy... Jó, akkor még gyártsa petárdát. Mi ennyi? Kifogyott a nafta? Jó, van, akkor elnézést, hülyeséget beszéltem előbb, hogy nem lehet itt petárdát gyártani. Azt hiszem még ezt már a kémia tanár az első óra után megadta nekünk, hogy petárdát gyárthatunk. Szerintem ő... igen, jól mondom. Bazd meg! Mennyi? Mit mond? Mi? Angol óra lesz! Angol óra! Na akkor a következő részben fogjuk folytatni. Ez itt tuti fogok használni valami kis cheatet. Megnézem, hogy
milyen szavakat kell beírni, mert ezt tudom, hogy ezt a angol óra kettest már próbáltuk megcsinálni sikertelenül. Hát most nem tehetek róla, hogy jobban megy a kínai nyelv. Na. Na sziasztok, és boldog karácsony még utólag is, meg előleg is. Neken pedig. Úgy látom, dajaroztat van a hajad. Egy kicsit megigazítom már. Sziasztok!